A Csongrád megyei Fejlesztési és Szakképzési Bizottság az előző évekhez hasonlóan idén is megrendezte konzultációs fórumát. A rendezvény lehetőséget nyújt arra, hogy a változó jogszabályi környezetben a szakmai képzést érintő lényeges témakörökben a szakképzés résztvevői megfogalmazzák a véleményüket, elvárásaikat. Abba kell belegondolni, hogy az a döntés, amit mi javaslatként megfogalmazunk a minisztérium felé, annak a hatása a dolog sajátosságában adódóan 5, de inkább 10 év múlva jelenik meg. Tehát nekünk most arra kell információt gyűjteni, hogy a megye gazdaságának 5 vagy 10 év múlva mi lesz a legjobb. Tehát nem feltétlenül arra vagyunk kíváncsiak, hogy ma mi a fő probléma, ezt nagyon jól tudjuk, ebben benne élünk, természetesen ez is fontos, hanem azt szeretnénk megtudni a gazdaság szereplőitől, milyen jövőbeli terveik vannak, milyen irányba szeretnék elvinni a vállalkozásokat, és ahhoz mi az a szakma terület, vagy mi az a szakma csoport, ami leginkább kapcsolódik a szakképzés területén. Megtudhattuk, hogy túlképzettség van a gépészeti terület bizonyos csoportjában, mert igen szerteágazó. Nem szétszedni, hanem koncentrálni szeretnék a szakmákat. Állandóan azt halljuk, hogy hiány van például heggesztőből, például lakatosból, például kőművesből, és sorolhatnám a szakmákat. Tehát egyrészt ez a hagyományos szakmaterület, ami most is kiemelést kapott, és emellett megjelentek azok az új szakmák, amelyeknek a neveit még számos szereplőnek tanulni is kell, mint például a mechatronikus vagy a vezérlés technikával összefüggő szakmák, pont azért, hogy a jövőben nagyon bízunk benne, hogy a megye abban az irányban indul el, hogy lesznek olyan vállalkozások és olyan vállalkozás fejlesztések, ahol a hozzáadott érték termelő képesség jelentősen megváltozik. Ha az jelentősen megváltozik, oda egy egészen más képzettségi struktúrájú munkaerőre van szükség. A szakképzési roadshow-nak Vásárhely volt az első állomása, de érinti Makót, Csongrádot, Szentest és Szegedet is, mert minden olyan településre elviszik a kerekasztal beszélgetést a megyében, ahol jelen van a szakképzés.